együttes az sikerült volna jobban is. Azt mondtam, hogy ez egy kicsi csalódás. Ezt a vádat is kicsit sajnálom, hogy elúszott, de a másik két aranyon elégedett vagyok. Én igazából úgy éreztem magam ezen a versenyen most, hogy így már vége van, mint egy hullámvasúton, ami föntről indul, és akkor kicsit lemegy, föl le. Hát jobb lett volna, ha egy kicsit jobban zárjuk a világbajnokságot, de igazság szerint az 500 páros a fájó pontja ennek a világbajnokságnak a részemről. Nem sokszor volt olyan pályafutásom alatt, hogy nem tudtam magam igazából kihajtani, és így a legrosszabb kiszállni a hajóból, hogy legszívesebben mentem volna még egy pályát. Azt tudom, hogy annyira nem esik jól, hogy mindig elvárják, hogy nyerjünk, holott mi is azért álltunk oda, de úgy érzem, hogy minden rosszból tanul az ember, úgyhogy én úgy megyek tovább, hogy ugye ebből is tanulok, és remélem jövőre jobb lesz. Azokat igazából nem tudom megmagyarázkodni, se nagyon szeretnék senkinek. Úgy néz ki a következő hetem, két hetem, hogy először van egy Városliget, ott van egy ilyen Red Bull verseny, 100 méteres. Én oda megyek, és utána az előbb olimpiára. Én oda megyek. Én oda nem megyek. Nem a Red Bull versenyre. Előolimpiára igen, de igazából arra külön nem fogunk készülni. Az előolimpia nem feltétlen arról szól, hogy ott az emberek a lehető legjobb teljesítményt mutassák, hanem úgy érezze az ember azt, hogy milyen körülmények között lesz az olimpia, milyen a pálya, milyen a környezet, tehát ott nem az eredménye fontos. Én nyaralni megyek. Utána pedig előolimpiára, de szerintem ott is csak nyaralni fogok. És ott is kimaradsz. Ott is kimaradsz. Kimaradok, nyaralni. Szeptemberig nyaralni. Ennyit erről.